A Sportligetben immár több mint egy hónapja szurkolhatnak a sportkedvelők, először a labdarúgó EB, majd a londoni olimpia résztvevőinek. Most az EON szervez a ligetbe energiakaland címmel családi napot. Ha a fiatal generációt próbáljuk megcélozni, ami számunkra kiemelten fontos, hiszen a jövő felnőtteiről beszélünk, az ő tudatosságuk az a jövő energiahatékony működésének a záloga lehet. És azt gondoljuk, hogy ehhez mi szakmailag egy nagyon játékos, nagyon érthető és könnyen emészthető, és mi azt gondoljuk, hogy olyan eszközöket bevetve számukra ez egy élvezetes program lehet. Székesfehérvár önkormányzata számára is fontos a program, mint Mészáros Attila tanácsnok elmondta, a város célja és egyben feladata is, hogy támogassa a hasonló programokat, amik a közösségépítést szolgálják. Ebben a folyamatban nagyon fontos szerepük van az itt működő nagyvállalatoknak és szolgáltatóknak, akiknek nem csak az a feladatuk, hogy a napi gyártásban a feladatokat elvégezzék, vagy a napi szolgáltatás során az itt élőkkel azokat a feladatokat ellássák, hanem ebben a közösségépítésben is fontos szerepük van. A családi nap programjai szombaton 10 órától kezdődnek a Sportligetben. A gyerekek ügyességi játékokon, foglalkozásokon és vetélkedőkön vehetnek majd részt, melyek mind kötődnek majd az energiahatékonysághoz.